Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Az összes kisebb folyón első és másodfokú készültség mellett vonul le az árhullám, és sehol sincs szükség beavatkozásra, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője az M1-en. Siklós Gabriella azt mondta, a legtöbb magyarországi folyón elindult az apadás. Hozzátette, a következő napokban nem várható sok csapadék, így azzal számolnak, hogy az árvízhelyzet sem romlik a hétvégén. A Tarnán és a Sajón a legfelső szakaszon, tehát Tarnaméránál és Sajópüspökinél már apad a folyó. Az Agyba felső szakasza is apad már, és gyakorlatilag az összes kisebb folyó olyan első és másodfokú készültsége mellett vonul majd le az árhullám. Igazából, ami még látványosabb lesz a most következő napokban, az a Tisza, hiszen nagyon-nagyon sok kisebb folyó folyik bele a Tiszába, és hogyha a Bodrog árhulláma is, amely valószínűleg másodfokú készültség mellett jön majd le a folyón, akkor beér a Tiszába, akkor ott is kell számítani Tokaj környékén elsőfokú árvízvédelmi készültségre, de ez inkább majd csak olyan vasárnap hétfő táján. A hétvégére lezárták a Kékestetőre vezető mellékutakat a Mátrában. Vasárnap este 7 óráig csak a megkülönböztető jelzést használó járművek és az autóbuszok hajthatnak rá a bekötő útra és az adótoronyhoz vezető mellékútra. A vakidőlések veszélye miatt utakat zártak le a Bükkben is. A rendőrök Miskolc irányából nem engednek fel járműveket. A korlátozás a Lilafüred és a Bükk-Szent László felé vezető utat érinti. Emellett Hevesvár megye irányából lezárták az utat Felső Tárkánynál is. Ma írják a végzősök a középiskolai írásbeli felvételiket. A 9. évfolyamra, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők 10 órától vizsgáznak magyar nyelvből és matematikából. Mindkét feladatsorra 45-45 perc áll majd rendelkezésükre. Több mint 71 ezeren felvételiznek ma. Igazából csak összeszámoltam. Újra és újra átveszi édesapjával a matematika példákat ez az zalaegerszegi fiatal. Azt mondja, egész téli szünetben gyakorolt, így maga biztosan vág neki a középiskolai felvételinek. A magyartól tartok egy kicsit jobban, a matekra rengeteget készültem itthon is, és az iskolában is, a leendő iskolában is, úgyhogy sokat készültem, remélem, hogy az jól fog sikerülni. A 2x45 perc alatt fogjátok megírni. A legtöbb végzős általános iskolásnak a felvételiről szólt az elmúlt időszak. Ebben a siófoki iskolában az utolsó napokban is lázasan készültek. Magyarból úgy körülbelül úgy mindent, ami a felvételiben lesz, így össze-vissza, de mind próbáltak minket felkészíteni rendesen. Itt 66 végzős írja meg a központi írásbeli felvételit szombaton. Az iskola büszke rá, hogy a diákok közül szinte mindenki tovább tanul. A 70%-a megy gimnáziumba, technikumba olyan 20% és szakiskolákba pedig 10%. A tankönyveket bújták a nyíregyházi görögkatolikus iskolában is. Két hete azt szoktam csinálni, hogy megírok egy magyar felvételit is, meg egy matek felvételit is. Én a magyart azt néha picit úgy nehezebbnek találom. A központi írásbeli felvételén idén is két feladatlapot kapnak a fiatalok, egy kérdéssort magyar nyelvből és egyet matematikából. Mindkettőre 45-45 percük lesz. Az oktatási hivatal elnöke az M1-en beszélt arról, hogy a vizsgát külön munkabizottságok állították össze. Az országban egységesen minden tanuló, aki írásbeli vizsgán vesz részt, ugyanazokat a feladatokat ír, és ugyanúgy javítják ki neki. Fontos azt is hangsúlyoznom, hogy a szülők meg fogják tudni nézni a kijavított dolgozatokat. Az iskoláknak kötelezettsége, a középiskoláknak a jogszabályok alapján, hogy 8 napon belül a dolgozatokat kijavítsák. A központi vizsgák szombaton 10 órakor kezdődnek. Idén 541 helyen több mint 72 ezeren felvételiznek majd a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba, illetve a 9. évfolyamra. Az eredményekről február 10-éig értesítik majd őket. A szülőknek és diákoknak február 22-éig lesz idejük eldönteni, hogy mely iskolákat jelölik meg a továbbtanuláshoz. Magyarország több mint 1000 éves keresztény állam, és a magyarok ragaszkodnak a keresztény örökséghez. Erről Szijjártó Péter beszélt Mexikóban, egy részben magyar forrásból felújított templom átadóján. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a kormány folytatja azt a politikáját, hogy segítséget nyújt a világ bármely pontján nehéz helyzetbe kerülő keresztény közösségeknek. Magyarország több mint 300 millió forinttal járult hozzá a világörökség részét képező, és a 2017-es földrengésben súlyosan megsérült Teposztláni Jézus születésre templom egyes részeinek restaurálásához.
Eddig 54 országban több mint 500 000 keresztény testvérünknek segítettünk. Hasta ahora hemos ayudado a más de 500 000 hermanos cristianos en 54 países. És ennek a csodálatos helyen lévő, csodálatos templomnak a felújítása is azt üzeni, hogyha a keresztények bárhol a világon bajba kerülnek, ránk magyarokra mindig számíthatnak. Egyre hevesebbek az összecsapások Peruban, a korábbi elnök Pedro Castillo hívei ugyanis tömegével utaznak a fővárosba, Limába, hogy az új államfő lemondását és azonnali választásokat követeljenek. A megmozdulások rendszeresen összecsapásokba torkollanak, amelyeknek már legkevesebb 50 halálos áldozata és több száz sérültje van. Lima belvárosában leégett egy 100 éves épület is a zavargások alatt, bár a tűz pontos okát még vizsgálják a hatóságot. Az ország déli részén pedig egy rendőrőrsöt gyújtottak fel a tiltakozók. Több mint 60 nőt és egy gyermeket szabadítottak ki a hatóságok Burkina Fasóban. Még a múlt héten hurcolták el fegyveresek őket. Az asszonyok csoportosan indultak el vadon élő növényeket gyűjteni, amikor elrabolták őket. Ezután a támadók csaknem 200 kilométerre délre a szomszédos tartományba vitték az asszonyokat és gyerekeiket. A helyi hatóságok szerint egy szélsőséges iszlamista csoport felelős az emberrablásért. A térség ugyanis a dzsihadisták gyakori célpontja, a támadások során ezrek haltak meg, és legalább 2 millióan menekültek el otthonukból az ország más részeibe. Egy volt katona kezdett álmokfutásba csütörtök éjjel Georgiában. Az elkövető automata fegyverrel nyitott tüzet a szomszédaira. 5 embert megölt, többeket megsebesített. Majd ahelyett, hogy megadta volna magát a kiérkező komandosoknak, önmagával is végzett. Egymás után érkeztek a mentőegységek csütörtök éjjel annak a lövöldözésnek a helyszínére, amely a georgiai főváros Tbilisi közelében történt. A rendőrség hermetikusan lezárta az épület környékét. A hatóságok szerint az egyik lakó a saját erkélyéről egy automata fegyverrel vette célba szomszédait, majd a kiérkező rendőrökre is tüzet nyitott. 5 embert megölt, további 5-öt pedig megsebesített. Egyiküket súlyosan. A belügyminiszter a tragédia helyszínére sietett, hogy személyesen tájékozódjon a történtekről. Rettenetes, ami történt, szeretném kifejezni a részvétemet az elhunytak családtagjainak. 5-en meghaltak, az egyikük egy rendőr, mondta a miniszter, aki azt is hozzátette, hogy a gyilkos önmagával is végzett, amikor a különleges egységek tagjai rátörték a lakásának az ajtaját. Az álmokfutó 15 évig szolgált a georgiai hadseregben és afganisztáni katonai misszióban is részt vett. A tettének oka egyelőre ismeretlen. A hatóságok szerint a rendőrség gyors reagálásának köszönhető, hogy nem lett még nagyobb az áldozatok száma. Takaró Mihály irodalomtörténész és L. Simon László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója vehette át a Madách díjat Balassagyarmaton, a Madách Imre születésének 200. évfordulóján tartott ünnepségen. Takaró Mihály József Attila díjas irodalomtörténész, költő, tanár. Ő volt az, aki a 90-es évek közepén elsőként készített érettségi útmutatót magyar nyelv és irodalomból. És ő vehette át tavaly a közmédia Tőkécki díját is. Kövér László házelnök az átadón úgy fogalmazott, Istenbe vetett hit és a családi elköteleződés nélkül nincsenek alkotó közösségek. Öntudat vagy önfeladás? A józanész vagy a meghasonulás? Nemzeti szuverenitás vagy birodalmi alávetettség? Hazaszeretet vagy hazárulás? Az élet vagy a halál kultúrája? Az Isten vagy a sátán szolgálata? Muszáj választanunk. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Jön a Nemzeti Sporthíradó Maruzsa Istvánnal.